Szeretettel köszöntök mindenkit. Következő címet adnánk ennek a tanítás sorozatnak. Megpróbálom csokorba szedni a világon lévő profétákat is, már azaz nem csak Magyarországon lévőket, hanem külföldieket is. Mert igen, nagyon fontos, hiszen a magyar proféta csapat is már ugye egyesült a külföldivel, egyek lettek. Van a világhírű dallasi proféta csapat, ugye, és hogy kik vannak benne, és milyen proféciákat profétálnak. És hát ezeket szeretnénk mi az ige fényében megítélni, azaz megvizsgálni. A megvizsgálás egyel a megítéléssel, és hát mindjárt igével is szeretném elkezdeni. 1 Korintus 11. 3. fejezettől 10. fejezetig szeretném felolvasni, mert ezt igen nagyon-nagyon fontosnak tartom, ami ezt mondja. Akarom pedig, hogy tudjátok, hogy minden férfiúnak feje Krisztus, az asszonynak feje pedig a férfiú, a Krisztusnak feje pedig Isten. Minden férfi, aki befedett fővel imádkozik, vagy profétál, megcsúfolja az ő fejét. Szóval a férfiaknak profétálni, imádkozni, nem kalapban, nem semmiféle dolgot a fejükre nem tesznek. Ezt maga Isten mondja, szóval Istentől vannak ezek a parancsolatok. Hát nyilván a kegyelmes tanítóknak semmi parancsolat nincsen, őket már kidobták. A Szentírás kikukázták. Minden asszony pedig, aki befedetlen fővel imádkozik, vagy profétál, megcsupolja az ő fejét, mert egy és ugyanaz, mintha nyilatatlan volna. Szóval minden egyes asszony, aki befedetlen fővel imádkozik, vagy profétál, megcsúfolja az ő fejét. Szóval befedetlen fővel nem lehet profétálni az asszonyoknak. Egyértelműen az 1 Korintus 11-es fejezet 5-ös igeverse tudósít bennünket, hogy hogyan kellene ezt a proféta asszonyoknak tenni. Mert ha asszony nem fedi be a fejét, nyilatkozzék is meg. Ha pedig égtelen dolog asszonynak megnyilatkozni, vagy megborotváltatni, fedje be az ő fejét. Szóval eldöntheti az asszony, vagy lenyilatkozik kopaszra, és akkor úgy profétál, vagy pedig a kendőt felteszi a fejére, és úgy profétál. És úgy imádkozik. A imádságra és a profétára is érvényes. Ugye elkezdünk imádkozni, aztán ugye, ha Istentől jön az információ, akkor azt a profétálják. Olvasom tovább. Mert férfiúnak nem kell befedni az ő fejét, mivel ő az Istennek a képe és dicsősége. Szóval a férfi Istennek képe és dicsősége. Az asszony nem. Itt mondja az ige, szeretném ezeket tisztálni. De az asszony a férfiúnak a dicsősége. Szóval az asszony nem kerülheti ki a férjét, és akkor ő dicsősége lesz Istennek. Nem. Mert ugye van egy isteni sorrend, hát hiszen ember kezd itt a Pál apostol, hogy akarom, hogy tudjátok, hogy férfiúnak feje Krisztus, Krisztusnak feje a mennyei atya, a férfi meg feje a feleségének. Ezeket nem én mondom, hanem a Szentírás, az az Isten szavai. Mert nem a férfiú van az asszonyból, hanem az asszony a férfiból. Mert nem is a férfiú teremtetett az asszonyért, hanem az asszony a férfiért. Szóval itt van egy isteni sorrend. Azért kell az asszonynak hatalmi jelt viselni a fején az angyalok miatt. Mert ha nem viseli az angyalok miatt az asszony a fejét, akkor a profétálás angyala nem fog behajulni, nem ismeri meg, amire most 1 Korintus levélben 14. fejezet 32-es igeverse ad választ erre. Ami ezt mondja, olvasom. 1 Korintus levél 14. fejezet 32-es igeverse. Ezt mondja. És a proféták szelleme alárendeli magát a profétáknak. Most itt megállunk.
Kérdezem én, hogy itt Magyarországon kit láttatok hölgyet, aki profétál, kendőben profétál asszony? Mert őt akkor a profétálásnak az angyala alászállt, és az ő imádságát is fölvitte az Úrhoz. Mert ha nem láttátok, mind akkor ugye tudjuk, hogy Sharon Stone is ugye ide jár Magyarországon, rendszeresen tanít is, holott az igéből tudjuk, hogy az asszony férfit nem taníthat, de ő tanít. Sőt, mi több, ugye tudjuk Debrecenben, hát hiszen nem egyen részt vettünk mi is, hogy profétális. De kendő nélkül én még kendőt nem láttam rajta. De hogy profétálás alatt, tanítás alatt, imádkozás alatt nem vette föl. Nem láttam, nem jellemző. A kinti hölgy profétákra sem, de itt Magyarországon élő profétákra sem jellemző ez, hiszen hát igen sok gyülekezetben jártunk már, és ezt még nem láttuk, nem tapasztaltuk, hogy az asszonyok a kendőt fölvették volna, és azért, hogy a profétálásnak az angyala alászálljon, még egyszer szeretném felolvasni, és a figyelmeteket felhívni erre, hogy 1 Korintus 14. fejezet 32-es igeverse ezt írja, és a proféták szelleme alárendeli magát a profétáknak. Szóval magyarul, ha nincs a kendő a te fejeden, az Istennek a angyalai, a profétálás angyalai nem szállnak alád, magyarul, mit jelez nekünk ez az ige? Aki profétál és nincs a kendő az ő fején, az ördögtől kapja az információt. Még egyszer kimondom. Akinek nincs a fején a kendő asszonynak, és profétál, az információt az ördögtől kapja, mert eleve a profétálás angyala nem szállt alá, és nem ismerte föl. És egy igével szeretném folytatni. 1 Korintus 14:29-re, ami ezt mondja. A proféták pedig ketten vagy hárman szóljanak, s a többiek ítéljék meg. Na most ezt tesszük mi. A többiekben én is benne vagyok, a többiekben ti is benne vagytok, majd ti is ítéljétek meg ezt a tanítást, amit én most itt képviselek. De én ezt hiszem, mert nem csak erről fogok majd, nem csak ezeket, több profétát is meg fogunk ítélni az ige fényében. Nem elítélni, hangsúlyozom, két külön fogalom. Az, hogy megítélem, vagy elítélem. Majd jön Úr Jézus Krisztus, azt fog elítélni majd mindenkit. Cselekedetei szerint ezt így a Szentírás. És megítélni az azt jelenti, hogy meg kell tudnom ítélni, hogy ez a profécia hamis, ördögtől jött, vagy pedig Istentől jött. Na most ezt megint csak ki tudja megítélni, arra is szeretnék nektek választ adni. Oda lapodok a 1 Korintusnak a levelére, 2. fejezet, 10. igeversét szeretném felolvasni nektek, mert ugye jönnek megint csak a tudatlanok, ne ítélkezz, miközben a Szentírás kötelez bennünket, hogy megítéljem. Hát ha nem ítélem meg a proféciát, és ördögtől van, akkor megyek utána, mint a vakok, és beviszik az én lelkemet a vágóhídra, mint ami már meg is történt Magyarországon is, a sok-sok hamis proféta által, és a sok-sok hamis tanító által. Na, ezért kell megítélni. Hát nyilván, aki testi keresztény még meg se ismerte a Szent Szellemet, hát ne ítélkezzen, mert leírja a római levél, hogy ó ember, ne ítélkezzé, szóval te, ha nem születtél újjá, akkor ne ítélkezzé. És az újjászületés meg nem a kundalini kígyó szellemisége, erről már tanítottam, nem akarok abba az irányba elmenni, mert sajnos 80% a kundalinival töltekedett, de nem a Szent Szellemmel. Ezt olvasom nektek 1 Korintus 2. fejezet 10. igeversében.
Nekünk azonban Isten kijelentette az ő szelleme által, mert a szellem mindeneket megvizsgál. Látjátok? Meg kell vizsgálni. Meg kell vizsgálni a Sharon Stone-t is. Meg kell vizsgálni a Louis Englét, a Lee Johnnert, nem sorolom most a neveket föl, és a magyar profétákat is. Meg kell vizsgálni. Meg kell ítélni a tanításaikat, a proféciájukat. És a hölgy profétál kendő nincs a fején, alaphangon nincs mit megítélni, mert az csak is az ördögtől jöhet. Annak ellenére, hogy esetleg még jó is a profécia. Az ördög is tud jót mondani. Az ördög is ismeri a Szentírás. Hát sajnos jobban, mint némely keresztény. Ezért tudja őket becsapni. Az ő szellem által, mert a szellem mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is. Szóval a Szent Szellem által betöltekedett személy még az Isten mélységeit is megvizsgálja. És olvasom a 12. verset. Mi pedig nem e világnak szellemét vettük, hanem Istenből való szellemet, hogy megismerjük sokakat, amiket Isten ajándékozott nékünk. Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten szellemének dolgait, mert bolondság néki, meg sem értheti, mivel szellemileg lehet azokat megítélni. Értitek, drága testvéreim az Úrban? Nagyon. Szent Szellem által betöltekedett személy vagy, akkor érted csak, gáld meg a proféciát, a tanítást, mindent. Nagyon sok keresztény van, hiszen azért mindenféle proféciát elhisznek. És megy szembe a Szentírással. De mivel nincsen bölcsessége Szent Szellem által, mert maga a Szentírás is csak Szent Szellem által lehet érteni, mert a Szent Szellem bontja ki az igét, hogy mit akar abból mondani. És a 15-ös igeverset még elolvasom. A szellemi ember azonban mindent megítél, de őt senki sem ítélteti meg. Szóval a Szent Szellem által betöltekedett személy mindent megítél. Szóval tisztáztuk azt, hogy kötelességünk a prófétákat megítélni, megvizsgálni. Tisztáztuk azt, hogy a asszonynak a fejkendő legyen ott fönt, ha imádkozik és prófétál, mert a mennyei atyának a prófétai szellemisége nem száll alá, szóval ez jelként kellene, hogy felvegye a drága testvérnők, akik prófétálnak, tanítanak, és kendőt én még egyiken sosem láttam. Na most szeretném ahova folytatni, hogy a dallasi proféták. Miért kell a külföldiekkel kezdeni? Hát mert a drága magyar nemzetnek és a vezetőségnek az nagyon tetszik, csak az a lényeg, hogy külföldi legyen. Nem baj, ha hamis, nem csalj, ha Sátán zsinagógájához tartozik. Erőszeretettel hívják őket tanítani, profétálni. Holott a profétának volna kötelessége megszűrni a kígyót, hogy ne kerüljön be a gyülekezetbe. De mivel a profétáknak sincs látásuk, hiszen szellemi vakságban vannak, így aztán tudtak vegyülni a világ minden egyes profétájával. Mindegy, hogy ki az. Csak jó nagy neve legyen, csillogjon, fény legyen, hadd jöjjön. És ők is hadd menjenek. Na innét indulunk ki. Cindy Jacobs, ugye hát ez még 2017. november 18-án hangzottak ezek a proféciák el. A világ proféták egyik vezetője. Hölgy. Eleve hölgy férfit nem vezethet, nem taníthat, már bukott az egész rendszer. De menjünk tovább. Cindy Jacobs teljes mértékben egyetértésben van a katolicizmussal, a Sátán zsinagógájával. Erről már tanítottam, nem akarok többet beszélni, meg kell nézni. Sátán zsinagógája, a katolicizmus. Jó a kapcsolatuk. Benne van Sharon Stone is ugye ebbe a profétai csapatba és a vezető csapatba. Aki rendszeresen jár ide Magyarországra is, ugye Debrecenben vannak a proféta iskolák, amit itt Magyarországon ugye Mikes Attila vezetésével szervezik meg már évek sora alatt. És tanítások is vannak. Mi is jártunk rendszeresen, meg Budapesten proféta iskolát is elvégeztük. Szóval volt belelátásunk, nem csak így hátra dőve kritizálgatunk. Nem kritizálgatunk, hanem megítéljük az ige fényében, ami kötelességünk.
megyek tovább. Rick Johnner, ugye szintén aki a proféta vezetőségben van, okkultista máltai rovagrendnek tagja. Szóval egy okkult, gyilkos csapatban van benne. És mindezek egyek. Okkultista, nem tudom, értitek-e ezt a szót, hogy mit jelent ez okkultizmus? Az okkultisták kezében van a katolicizmus, az okkultisták kezében van az egész világ. És ki fognak bennünket nyírni. És ők vezetik a sátán zsinagógáját és a katolicizmust. És ez a jó ember, ha nem jó, még hírbűse jó, benne van, és benne van ebbe a profétai csapatba. És nem számít, drága testvéreim, ki az okkultista, vagy anyagyilkos, vagy mindegy ez. Úgy látom, hogy mindegy. Miért mindegy? Mert szellemi vakságban vannak a magyar proféták is, és vezetők is. Mert egységben vannak ezek a személyekkel. Menjünk tovább. Louis Enger, Kenneth Copeland szellemi vezetője. Kenneth Copeland, ő az ügynök. És szabadkörömes. Todd White, Rózsika néni. A White behódolt a katolicizmusnak, ott volt, köztük, egymást ölelgették. Szóval egyek a katolicizmussal. És ő is benne van ebben a csapatban. Bill Johnson is együtt volt velük. Bill Johnson, meg a Louis Engle, meg ezek, hát olyan tanítások vannak, a villant le kell kapcsolni, csukd be a szemedet, álmodozzál, meditáljál, és jön veled szembe Jézus. Fényességes angyal, aki nem Jézus, hanem maga a Lucifer, mert ezek már nap, mint nap már Jézussal fürdenek, imádkoznak, már, na, ilyen jó barátságban vannak, csak az életük más mutat. Bill Johnson is együtt volt velük, a Chris Pastor szellemi apukája például Ráki Tamásnak. Csak hogy érzékeljétek ezeket a brutális nagy vegyüléseket, hogy itt Magyarországon is egy csapat ezekkel ők, a vezetők. Chris Pastor felkente például Süveges Imrét, Omega Hálózat apostola. Kovács Péter a harmadik kerületben pásztor. Szabó Sándor szeretett lángjának a gyülekezete. És hát ugye ott volt a Luca Árpád is, kim volt náluk, Nemes Pál, többen jártak kint a Chris Pastornál, aki a sátán zsinagógájához tartozik. És ezekkel a tanítókkal, profétákkal, ugye a internetre rá kell menni, és különböző tanítások, fényképek is jelzik azt, hogy miket művelnek. Hogy micsoda banális, ördögi viselkedésbe estek bele. Kijárnak a temetőkbe, ráfekszenek a sírokra, különböző olyan proféták vagy tanítóknak a sírjaira, akik nagyobb kenettel rendelkeztek, ugye abban hisznek, hogy ráfekszenek, aztán majd ők is abban a kenettel fognak majd rendelkezni, és amit már említettem, hogy ugye csukd be a szemedet, villany le van kapcsolva, rendesen tanítják, tök sötétbe és szem becsukva, meditál be magad a harmadik égbe, hát ez teljes varázslás, okkultizmus, síralmas, fölháborító, hogy ilyen sötétségben vannak vezetők, ő maguk, akik ezt cselekszik, és a magyar vezetők is ezekkel egyesülnek, kimennek, kenetet kérnek, ugye kézrátéten keresztül ugye be lehet töltekedni a kundalini szellemiségébe, Jezabel szellemiségébe, Jókslás szellemiségébe, hamis profétálása, és ezt mind megtették, ezek a személyek kim voltak, és ez a lista nem véges, mert folyamatosan járnak ki. Például konkrétan tudjuk, ugye T.B. Joshua az is egy hamis proféta, ugye Magyari László többször járt már kint nála, ugye, és konkrétan tudjuk, most nem
nem mondom a városnak a nevét sem, mert pont múlt héten voltunk egy szabadító szolgálata, és elmondta az a személy, hogy 650 ezer forintjába került neki ez a TB Joshuánál járt ő is, hogy majd megszabadul, és ugye az ördögöt kiűzik belőle, aztán olyan démonizált állapotba került, hogy fél a lakásába, az ördög folyamatosan sugdalózik neki, és hát ugye elmondta, hogy több helyen járt, többek között elment a LL Ministrybe is, ugye, ahol lelki gondozás folyik. Hát az ő szavait akarom idézni, ezeket nem én mondom, hogy ő azt észlelte, hogy ottan semmi szentszellemi erővel nem rendelkeztek, langyosságban, lájtosságban és egy langyos imával úgy gondolják, hogy el van intézve az az ördögi légió, amit begyűjtött már a magyar vezetők is ugye többek között, hogy az már ki fog menni az ördög, mert egyet imádkozunk, vagy nyöszörgünk egyet. Itt komoly ördögűzésről van szó, és az ördögöt természetesen csak azt tudja kiűzni, tudjuk a Szentírásból, ugye a képásétből is űzte volna az ördögöt, az ördög meggyalázta őket, ruhát letépte róluk, mert azt mondták, Jézust ismerjük, Pált is ismerjük. Csak is ördögöt azt hívott, akinek tényleg van rá kenete, Isten elhívta, és a szellemvilágban is hiteles. Megyek tovább, testvéreim, siralmas helyzet van a profétai körbe, és a tanítói körbe, és a vezetői körbe. És hangsúlyozom, hogy ezek a tanítások pont azért szólnak, hogy ébredjenek fel ezek a drága, kedves vezetők, akik a bárányokat a sátán zsinagógájába vezetik, és ébredjetek föl, hogy ezek a külföldi nevek itt, ami elhangzott, de ezeket vizsgáljátok meg, hát egy se az Úrnál van. Megyünk tovább. Beni Hinnél is többen jártak, ugye, többször kim voltak. Ezekhez tartozik még a Andrew, meg ugye George Meyer, a magyar proféta csapat ezekkel vállalt közösséget, mikor kim volt Dallasban 2017. november 18-án, nagyon örültek, nagy boldogsággal mentek be a sátán zsinagógájába. A profétáknak felelősségük van, nekik kellene kiszűrni a kígyókat a gyülekezetből. A hamis proféták azt tanítsák, ha nem vagyunk együtt velük, az ördögi bűn. Szóval, ha nem vagyunk egységbe, nem vagyunk együtt velük, nem értünk egyet, az ördögi bűn. Ez siralmas és fájdalmas. Ha hogyan lennénk velük együtt, hogyan értenénk velük együtt, mikor a sátán zsinagógájában vannak, és hamisak a proféciák. Mert nem az Úrtól jött. Ezt mondják ők, mi félretesszük a különbséget, hogy egymást szerethessük. Hát ők valóban tényleg együtt csókolóznak az ördöggel, őket már nem is bántja az ördög, valóban nekik minden jó, minden fényes, minden gyönyörű, persze a lóvé az dől, ugye, az egy dolog, de hát az ige azt írja, hogy nem lehet két urat szolgálni, Istent és a mammont is, ez nem lehet. Na most ugye itt már ezek rég eladták a lelküket ugye a mammonnak, ugye mint már erről tanítottam, a fejkót a véget szálltak alá, a kisegyházak és a nagyegyházak alá, ez mind a pénz véget volt az egész manőver. Magyarországon is ugye a 9 profét ott volt Dallasban, Mikes Attila fő vezetésével, az Agapé gyülekezetből ugye, szabad keresztényeknél ugye a Zsozsó minnyáján ismeritek, akkor a Dávid sátorából ugye Nemes Pál felesége, Petszeri férje, Dombózsolt megint csak a Agapé gyülekezetbe, ugye a belvárosi gyülekezetnek a pásztora, és ő is kim volt. Én meg az igéből azt vettem el, hogy én népem szalad ki, onnan egy Jelenések 18:4-5-öt szeretném felolvasni nektek. Nem, hogy egyesüljünk ezekkel, hanem Isten biztat bennünket, hogy szaladjunk ki ebből az eltévejelett brigádból, mert ez semmi jót nem hoz minket, ez maga a sátán zsinagógájához vezet minket, és az meg a pokolnak az útja. Szóval a Jelenések könyve 18-as fejezet 4-es, 5-ös ige versét föl olvasom. És hallék más szózatot a mennyből, amely ezt mondja vala, fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneikben, és ne kapjatok az ő csapásaikból. Mert az ő bűneik az égig hatottak,
és megemlékedett Isten az ő gonoszságaikról. Úgyhogy Isten ezeket helyre fogja tenni, örökké nem fogja hagyni, hogy ez a sok hamis tanító, ez a sok hamis próféta, ez a sok milliárdos vedető, ez vezesse az egész világot, beleértve már Magyarországot is. És hát ugye ez a prófétai csapat nagyon nörült, és ezek a csapatok, akit itt felsoroltam, és akik nincsenek még felsorolva, örömmel mennek ki ezekhez a személyekhez, és abban a tudatban, hogy ők a nagy szent szellemi erővel most betöltekeztek. A prófétát hárman is vizsgálják meg, ugye ezt már felolvastam 1 Korintus 14.29. A prófétának felelésségük van. Szindi Jakob ugye többek között prófétát Magyarországra akkor. Azt mondja, az Úr Magyarország nagyon helyre fogja állítani, és a reformáció földje lesz. Helyreállítom a Dávid csátorát, látom a fellobbanó tüzeket a kis falvakban és vagy a városokban egyaránt. Azt mondja az Úr. Hát melyik Úr mondja neki, azt nem tudjuk, valószínűleg nem a mennyei atyánk, nem Úr Jézus Krisztus. Mondhatja neki, hát ugye eleve kendő nélkül profétál, már is hamis, szóval nem szabad tulajdonítani neki sok jelentőséget, mert az nem maga Istentől jön, nem Úr Jézus Krisztustól. Hanem ők azt mondja az Úr, hát persze van a evilág ura is, az biztos, hogy őtőle jönnek a proféciák, mert hát eleve kendő nélkül már nem lehet Istentől való. Egy nagy ébredés lesz falvakban, egységet hozok, azt mondja az Úr, hát figyeljetek, milyen egységet? A Vatikánnak az egységét? Hát ez az egység már megszületett valóban, alámentek a Vatikán alá, nagyegyházak, kisegyházak, ugye a fejfóta végett, amiről már beszéltünk, és hát ő neki azt mondja az Úr, hogy a tüzeket lobbantja a falvakban is. Ezt hát minden proféta szájából már hallottuk annak idején Veresegyházon, David Herzog is azt mondta, tűz, jön a tűz, föllobbannak a tüzek, itt Veresegyházáról indul, mindig onnét indul, ahol éppen vannak. Szóval ezek a drága, aranyos, hamis proféták csurgatják a mézet és csak jókat mondanak, miközben egy profétáról, ha elvesszük az igéket a Bibliából, ugye azt hallani, hogy megfették még a királyokat is. De itt nem, hanem itten csak a jó és csurog a méz. Persze nagyon tetszik a bűnös nemzetnek, hogy ilyen jó dolgok lesznek itt Magyarországon, hát ne semmiféle egységet nem ír a Biblia, ugye, hanem a Vatikán egységét és a sátánnak a zsinagógája munkálkodik a utolsó időkben, a Bibliában mindenhol előtt. Ezt olvassuk. Azt mondja, hogy ti példák lesztek egész Európában, az egész Európában is egységet fogtok hozni más európai nemzetekbe is. Hát a hamis egység ez már létrejött, így lehet tényleg együtt csókolodni a Buddhával, Krisnával, mindenkivel, nem számít semmi, ott a szeretet sokkal nagyobb, hogy különbséget tegyen, miközben a Szentírás azt mondja, miközben van a világosságnak a sötétséghez. Azt mondja az Úr, lesz ébredés egyetemeken, együtt mozdulnak a fiatalok Jézussal, ugye ezeket profétálta. Ugye hát nyilvánvalóan egyértelműen tudták azt, hogy van a felház, ugye, és ez, hát ezek a fiatalok valóban, ők a fiatalokat képviselik, de már nem csak a fiatalokat adott, de nagyon sok minden változott ott is. Majd fogunk róla beszélni. Magas pozícióba helyezi a kormány, azt mondja, a felsőbb kormány vezetésére felelős sokakat elkezdenek magas pozícióba helyezni, legyetek készek a változásra, minden meg lesz. Áldással csókoló meg Magyarország földjét, hát én úgy gondolom, ilyeneket abszolút nem beszél a mi jóságos mennyei atyánk, hogy ő csókolhatná ezt a magyar földet. Áldással megáldom, megnövelem a terméshozamot és az aratást, megsokasodását. Fogjátok meg látni, mondja az Úr. Amen. Ez volt ugye a Szindi Jakobnak a proféciája. Nem akarok én erre nyilatkozni, nincs mit nyilatkozni, kendő nélkül profétált, nem az Istentől vett el.
Úgyhogy végeztünk ebbe. Rebekának is volt proféciája. Ébredés, tűz fog lángra robbanni itt Magyarországon. Hát ugye tudjuk, van a sok hamis tűzkonferencia, van a sok hamis ébredés. Az ébredés majd mindig az lesz, ha fölébredsz abból, hogy a hamis profétákra hallgattál, fölébredsz abból, hogy be vagy csapva, becsapott szellemisége van, a tévegés szelleme az életedben van, az lesz a te ébredésed, hogy rá fogsz jönni arra, hogy nem a Szent Szellem munkálkodik az életedben, hanem a kundalini kígyó. Na ez lesz az ébredés. De ez nem nagy üzem ébredés lesz, amit látsz, ugye, hogy itt volt ez a Todvárt is, nem akarok elémelni, de már erre reagáltam, meg a Dániel Korenda, ugye, erről már tanítottam, úgyhogy nem akarnám ezt folytatni. A jele az lesz, hogy a kormányban is változások fognak történni 2018-ban. Semmiféle változás nem történt, ugyanaz a kormányban, ugyanúgy hazudnak, lopnak, csalnak, és vele se igaz, amit mondanak, úgyhogy semmiféle változást nem észleltünk. És ha mitől lenne változás, mikor a Szentírás azt írja, hogy Isten engedi a törvénytiprónak, hogy munkálkodjon titokban. És ez munkálkodik is, és ez látni is. És az ige is ezt támaszza alá, hogy a sátánnak a birodalma épül most. De akkor milyen ébredésű beszélnek ők ezt, nem is értem, mert mondom, az ébredés az lesz, ha ő személy szerint mindenki föl fog ébredni, hogy be van csapva. Ezek a hamis proféták elpártoltak Istentől. Jeremiás 23-ra oda megyek, szeretném felolvasni nektek a Jeremiás könyvét, a 23-as fejezetét, dicsőség az Úré, 30-36-ig. Felolvasom, mert ez őróluk szól. 23-as fejezet, 30-as igeversétől olvasom. Azért én prófétákra támadok, azt mondja az Úr, aki az én beszédeimet ellopják egyik a másiktól. Íme én prófétákra támadok, azt mondja az Úr, akik felemelik a nyelvüket és azt mondják, az Úr mondja, íme én prófétákra támadok, akik hazuk álmokat profétálnak, azt mondja az Úr, és beszélik azokat, és megcsalják az én népemet az ő hazugságaikkal és hízelkedésekkel, holott én nem küldtem őket, sem nem parancsoltam nekik, és használni sem használtak e népnek, azt mondja az Úr. Na, ezek azok a hamis proféták, akiről itten most, ami beszélünk, meg a neveket is ugye szóvá tettük. A profécia beszél ébredésről, egységről, szeretetről, politikai változásról, jó irányzatban. 1 Korintus 14.29-et szeretném felolvasni. 1 Korintus levél 14-es fejezet 29-es ige versét, ami ezt mondja. Proféták pedig kette vagy hárman szóljanak, és a többiek ítéljék meg. Hát ugye erről az elején ebben kezdtük ezt a tanítást, hát meg kell ítélni. Meg kell ítélni. Politikai változás. Jó irányba. Semmiféle jó irányzatot nem vettünk. Nem jött be ez a profécia. Szeretetről, egységről. Hát a vatikáni egységet mondjuk létrejött, ez bejött, ez az ördögtől volt, maga ez az egység is az ördögtől van. Ugye, mert egybe vannak a Buddha, a Krishna, mindenki egybe van, és Isten meg nem ezt akarja. A profétáknak Isten kellene képviselni. Mit is? Isten szentségét. Szétválasztani. Szét kell tudni választani az Isten szentségét. Jót a rossztól. És támasz alá igével természetesen. 1 Korintus 14.3 ezt írja. Aki pedig profétál, embereknek beszél épülésére, intésére és vigasztalására. Szóval építesz is, de intesz is. Ha hamis van, vagy bármi történik, vagy hamisat mond, akkor nyilván, hogy meginted. Itt egyértelműen leírja 1 Korintus 14.3-as fejezete. A Bibliában feltételhez vannak ennek a dolgok kötve. Beszél a profécia ébredésről. Na akkor most megnézzük,
kettőt eszlönik a második fejedetre oda megyek, ez a nagy ébredés, amit a proféták szajkóznak itt folyamatosan, ugye? A külföldiek is, meg a magyarok is, ébredés, ébredés, mondtam már, mi lesz az ébredés, személy szerint rá fogsz jönni, hogy be vagy csapva, és fölébredsz, és kiszaladsz a csátán zsinagógájából, az lesz az ébredés. Na akkor most felolvasom, milyen ébredésű beszélnek ők, mert itten teljesen más veszünk el. Azt mondja, kérünk pedig titeket, atyám, fiam, mi úrunk Jézus Krisztus eljövetelére. Kettő teszonik a második fejlettel kezdtem. Mi őhozzá leendő egybegyűjtésünkre nézve, hogy egyhamar el ne tántorosson a ti értelmetektől, és meg ne háborítson titeket se szellem, se beszéd, se nekünk tulajdonított levél, mint ha itt volna már az Úr napja. Szóval nincs itt az Úr napja. Ez becsapás, egy hamis profécia, hamis tanítás, aki azt tanítja, hogy itt az Úr napja, akár hónap is jöhet Úr Jézus Krisztus. Ez be van csapva a tévegész szellemiségével, mert még itt annyi mindennek meg kell történnie. A Jeruzsálem templomot is fel kell még építeni, és így tovább, és még az se épült föl. Az majd csak azután fog majd Úr Jézus Krisztus megjelenni. Megyek tovább. Nehogy valaki megtévesszen titeket valami módon, mert nem jön el addig az a nap, amíg be nem következik előbb a szakadás. Itt kell egy nagy, brutális szakadásnak lenni, mikor Úr Jézus Krisztus odacsap, és majd ez lesz az ébredés, testvére, és rádöbbentek, hogy a sátán zsinagógájában vagytok. Na ez lesz az ébredés, ez lesz a nagy szakadás. És meg nem jelenik a bűn ember a veszedelem fia. Hát ennek még meg kell jönni, és milyen, miféle ébredésű, meg egységű beszéltek. Mikor itt meg Isten azt mondja, hogy szakadásnak kell lennie. Nem veszitek észre, hogy ez a kettő megy szembe egymással? Persze, ha minden igét kidobtok a Bibliába, akkor nagyon jó. Jönnek szépen ezek a hamis proféták, tanítok, azt ti meg mindent elhisztek. Miért is? Mert és Szent Szelleme nem vagytok betöltekedve, és nincsen igeismeretetek. És ezért írja a Szentírás, hogy tudás nélkül elvész a nép. Mert ilyen sok hamis profétára hallgat, akit itt fősoroltam, mind kivétel nélkül hamis. Kivétel nélkül mind hamis, ami itt elhangzott. És akik körülöttük vannak, azok is. Mert annak a szellemiségét ma ugyanúgy ők is beengedték az életükbe, a tévegész szellemiségét. Na figyeljetek, ez a Tesszalonikai levél második fejezet erre választ ad. És kérlek benneteket, majd vegyétek elő a bibliátokat, és vizsgáljátok meg ezeket az igéket. Megyek tovább, négyes igevers. Aki ellene veti, a fölébe emeli magát mindannak, ami Isten maga, és amire Isten félelemmel tekintünk, annyira, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Testvérem, hát álljunk már meg, miféle elragadtatású lesz itten. Amit a drága testvérünk, igen, Sós Péter az azt tanítja, hogy kettő elragadtatás lesz. Ez nem. Ez nem igaz. Ez nem lesz. Ez téves tanítás. Hát először még a templom sem épült föl. És majd még be fog ülni a templomba ide a törvénytipró, ha le van írva. Akkor ezt kitépjük, ezt a oldalt a Bibliából, és bekukázunk. Testvére, a tévegés angyala keresztények életébe és vezetők életébe 80%-ában ott van. És ezért írt itt a Szentírás, hogy kell egy nagy szakadásnak majd lenni. Olvasom tovább ezeket az igéket, kellek benneteket, nagyon vizsgáljátok ti is meg. Nem emlékeztek én, hogy megmondtam néktek ezeket, amikor még nálatok voltam, Jézus van. Ha megmondtam ezeket, Jézus a 24-es fejezetben Máté evangéliumán erről beszél. Azt is olvassátok majd. És azt tudjátok, mi tartja vissza még, ami csak a maga idejében fog az megjelenni? Működik ugyan már titkon a törvényszegés? Hajjaj, de még mennyire? Csak hogy annak, aki azt még most visszatartja, el kell az útból vétetnie. Ki az? A Szent Szellem és az Isten népe. Elragadtatás. De mind a templomnak föl kell épülni, és oda be fog ülni az Antikrisztus a templomban.
És még a templom sincs, most már beszélek róla, hallani erről, hogy fel kell építeni, hogy ennek az idők nagyon közel vannak, és majd föl fog épülni, és be fog az Antikrisztus oda ülni, minden szem meg fog látni. És még akkor sem fog jönni az elragadtatás. Úgyhogy ennek téves tanítások. Ébredjetek föl, de az is ébredjen föl, aki ezt tanítja. A tévengés szelleme ott van az életében. Figyelj, megyek tovább. Jó, ott a sigevecs. És akkor fog megjelenni a törvénytipró, akit megemészt az Úr az ő szájának leheletével, és megsemmisít az ő eljövetelének megjelenésével. 9-es igevers. 2. Tesszonik a második fejezetnél vagyunk még mindig. 9-es igevers. A törvénytipró eljövetele a sátán munkálkodása. Na ez már itt van. Hát a sátán munkálja ezt a nagy egységet. Hát együtt van mindenki, ne vicceljetek már. Hogy együtt követne buthával, katolikusokkal, meg mindezekkel, akinek semmi köze nincsen Úr Jézus Krisztushoz. Hamis profétákkal, hamis tanítókkal. Hát akkor ki ítéli meg? Hát a profétákkal kellett volna megítélni, erre ők mentek oda ki, hogy még jobban démonizált állapotban legyenek, és bejöttek vissza Magyarországra, és már az egész országban végigkenték az embereket. A hamisság szellemiségével. Síralmas. Törvénytipra eljövetel a sátán munkálkodása hazugság minden erejével, jeleivel és csodáival. Olvasom a 10-es igeverset. Jelek, csodák vannak és erők vannak a kundalini szellemiségben is. Ez még mindig a törvénytipró testvéreim. Mert ő neki van az ideje. Mert azt mondta Úr Jézus Krisztus, hogy jóta el nem veszhet, míg be nem teljesedik. Szóval be kell teljesedni a templom fölépül, be kell teljesedni, hogy Antikrisztus beül a templomba, be kell teljesedni, hogy hazugság minden erejével, jeleivel, csodáival fog a törvénytipró munkálkodni. Amit ezt látjuk is nap, mint nap. De ez nem a Szent Szellem, testvérei. Ez nem. És a gonoszság minden családságával. Azok között, akik elvesznek. Azok az elveszett csapat, ez mind. 80%-a furcsán hangzik ez neked, de mit csodálkozol rajta, amikor a Szentírás leírja Máté evangéliumában, hogy nagyon sokan járnak a széles úton, kevesen ismerték meg a szűk keskeny utat, ami a mennyek országába vezet. És a 10 szűzből is csak 5 jutott be, mert hitetlenné váltak. Pedig a szűz az azt jelenti, hogy azok már bűnmentesek voltak, és mégse kerültek a mennyek országába. Hát lehallgassatok már erre sok hamis, kegyelmes, mézet csurgató profétára és tanítóra. Olvasom még egyszer a 10-es igeverst. És gonoszság minden családságával azok között, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre, nem kellett nekik az igazság szeretete. Aki már nem az Úrnál van, ott a hamis a szeretet is ám. Hát mondd meg az igazat a fejében neki, mindjárt fölháborodik ám. Egyből kimutatja a maga szeretetét, ne izgulja tettük. Ezt megtapasztaltuk. 5 méterű fognak kedet, miért? Mert az igazságot hasonlítom ezért. És nem tetszik nekik, és fáj nekik, és a fő bűnösök, a tanítók, proféták, apostolok. Vitték ilyen helyzetbe az egész eklézsiát. Hát mindenféle bűnne vegyülni, és ugye még kimenne erre Dallasba mindenféle olyan bűnös, gadarénusi esetekkel, meg Vatikán ügynökeivel, meg okkultista veletőkkel együtt még egyesülni. Na, Mikes Attila proféta vezető vezetésével, meg ugye hát ugyanúgy felsoroltam a neveket. Pásztorok, apostolok, mentek kifelé. Figyeljetek! 11-es igevers. És azért bocsátja le a kisten a tévegés elejét, hogy higgyenek a hazugságnak. Hogy ítélet alá essenek mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem az igazságtalanságban gyönyörködtek. Na, ez a helyzet. Ennek a személyek itt vannak. Ő rájuk, ez az ige jellemző. Szóval először szakadás lesz, és az utolsó időben jön az Antikrisztus. Szóval az első, hogy a ébredés lesz hamis profécia. Mert látjátok, mi fog bekövetkezni, nem ébredésről beszél az Úr, hanem komoly nagy szakadásról.
Második a szeretetről, az egységről, aki elszakadtak az igaz hittől, egységbe kerülnek a katolikusokkal, a világgal, a bálványimádással. Ne haragudjatok már, hogy ezekkel akarunk mi egységbe kerülni. Enyhén szólva is vicces, hogy a sátán zsinagógájába egységbe kerüljek, és ezekkel a vezetőkkel, pásztorokkal, apostolokkal, profétákkal, akik az okkultizmus minden válfajával együtt törelkeztek. Együtt voltak egy csapatok. Máté 24-re oda megyek, testvéreim az Úrban, és felsorolom, felolvasom nektek a 6. igeverstől 24-es fejezet, Máté 24, 6. igeverstől olvasom, testvérem, hogy mit mond ez nekünk, Úr Jézus Krisztus szavai. Sok hamis proféta mondja meg, hogy mit kell csinálni, nem a Szentírás, ami szent és igaz. Hát ébredjetek már föl, testvérem, mondom, mi lesz az ébredés. Jézus megrázza az eklézsiát, aztán most lesz sírás, nyafogás, és akkor lesznek egyesek, akik fölébrednek, és talán kiszaladnak onnék. 6. igeverstől olvasom. Hallanatok kell majd háborúkról, és háborúk híreiről. Meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mind ezeknek meg kell lennie, de ez itt még nem a vég. Szóval itt háborúk lesznek, nem jó jelek, nem ébredések, nem tűzkonferenciák, meg tüzek, meg ébredések, nem tesse, ez hamis profécia, úgy, ahogy van. Miért? Mert megy szembe az írással. Hát ezen ne csodálkozzá fejkendő nélkül profétának ezek a hölgyek. Hát akik kimentek ugyanabban a szellemiséggel, gadarénusi csapatot hoztak be a szívükbe, aztán itt már végignyomták Magyarországon, ő maguk is, meg ezeket a személyeket hívogatják befelé. Ugye most már Mikes Attiláék is, ugye akkor ugyanúgy a GGJ-váék, meg mindenféle szecskát behoznak ide Magyarországra. De a nem egészséges igét. Hát a kegyelem tanítás. Semmi se számít. Szeret az Úr. Mert nem nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen. Szóval akkor milyen épülés lesz itt? Milyen ébredés lesz? Milyen szeretet lesz itt? Ország ország ellen fog menni. És lesznek éhségek, dökhalálok, dökhalál éhségnek kell még lenni, testvéreim. Ez majd még csak ezután fog jönni. Földindulások mindenfelé. Mindez pedig sok nyomorúságnak kezdete. Akkor nyomorúságnak adnak majd benneteket, megölnek titeket, gyűlöltetek lesztek minden nép előtt az én nevemért. Akkor az igaz evangéliumot hirdeti. A gyűlölni fogják. Meggyilkolni, nem szeretik, ez most is így van. Aki az igazságot hasogtatja, te elfordulnak. Hát nehogy az itt hívják őtet szolgálni. Hát mennyivel jobb daszalgatni. Ébredés lesz, gazdag leszel, halleluja, megyünk a mennybe. Szedett, vedett halogság. Így lesz ez, majd aki megtisztul. Isten Jézus vére által. És akkor sokan megbotránkoznak és elárulják egymást, és gyűlölni fogják egymást. Mert mikor baj lesz? Akkor ne fej, kiúlik az a nagy egységes szeretet. Hát így is kiúlik, ha az igazságod a szemébe mondott főháborodik egyből. Látni a fején. Szóba se akar állni veled. És akkor még nem is bántottad, csak az igaz evangéliumot mondtad ki, az már főháborodik. Miért? Mert test és érzéke az leírja a Júdás 19. Ezek az érzékiek, akik nem ismerték meg a Szent Szellemet, nincs bennük. És sok hamis proféta támad, akiket sokakat elhitetnek. Na figyeld a sok hamis profétát, itt soroltam már neked külpöldről, itt Magyarországon is ugyanaz a helyzet, a sok hamis proféta. Sokakat elhitetnek, elhát. Eklézsia 80%-a be van csapva, el van hitetve, mert hamisak a proféták. Valaki az igazságot mondja, fölháborodnak. Megkérdezik a 20-30-500 hamis profétát, és akkor egy vagy kettő meg az igazságot mondja, Mikás esete, azt meg egyben börtönbe csukják. Régen is így volt, most is így van.
És mivel hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Szóval álszeretet van bennük. Szeretik a te pénzedet. Igen. Ez a sok hamis proféta. Szereti a ti pénzeteket. Ez a sok hamis tanító. Szereti a ti pénzeteket. Ez a sok hamis apostol. Szereti a ti pénzeteket. Mert a fejkó táré mentek alá a Vatikán alá. Ott vannak. És akkor még pofátlan bálánynak a fejébe hazudja, hogy ez nem igaz. Fölháborító. Így hazudnak, vezetők. De aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Mindvégig. Nem félúton eladod magadat. És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég, ha mindenki ezt fogja képviselni. Hamis prófétákat, hamis apostolokat, hamis tanítókat, ezeket mind lebuktatja. Azaz megvizsgálja az ige fényében. Ekkor lesz a vég, mikor olyan tanítások mennek ki. Vannak már egy-két tanító, aki igyekszik ezeket felfedni, de nagyon szomorú és siralmas, hogy ő maga is az a becsapás szellemiségébe be van törtekedve. Majd szeretnék erről is beszélni. Aztán ugye van a harmadik, amit profétáltak, békesség, békesség, hazugság, hamis katolikus, okumenikus béke. Máté 24-24 leírja. Mert hamis Krisztusok, hamis proféták támadnak, nagy jeleket, csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is elhitették. Béke, 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 semmiféle béke nincsen. Itt brutális nagy háborúk lesznek még. Brutális. Igen nagyon. Ennivaló nem lesz. És majd jön az Antikrisztus. Ezek még mind lesznek. Semmiféle elragadtatás nincsen előtte. Meg majd még egyszer, hogy a drága testvérem, igen nagyon szeretem Sós Péter testvéremet, kétszeres elragadtatást tanít. Ez egy téves dolog. Ha vizsgáljátok már meg, igével nem lehet alátámasztani. Megmagyarázni mindent meg lehet. Hát még a palábna is megmagyarázza, hogy hát ez, hogy persze, hát az nem bűn. Szóval hamis a béke. Új világrend lesz. Ezt már látjuk. Vatikán alatt vannak. És egy-kétben van politika minden. Hú, halleluja, dicsőség az Úr. És mi fog még bekövetkezni? Háborúk, dökhalálok. Máté 24-21 ezt írja. Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta, mint ez idáig, és nem is lesz soha. Szóval még a nagy nyomorúságnak kell jönni. Nem fölébredés, dübörög a gazdaság, meg hogy megprofétálták ezt a dallasi proféták, hát hamisak. Hát a kettőt nem is ismerik, hát alaphangon nem lehet jó a profécia testvéreim, aztán alaphangon megy szembe a Szentírással. A sátán zsinagógájával nem egyesülünk. Jeremiás 23:30-36-ot fölolvastam. Egymást másolják, hazugságot szólnak, csurog a méz a szájukból, nem az Úr nevében szólnak, hanem e világ ura nevében. Szóval ezt már tisztáztuk, a szellemi ember mindent megítél. Ebben még csak annyit szeretnék még tudatni veletek, hogy mennyire egy csapat, ez az egész egybe van óvadva, ez a sátán zsinagógájának a vezetősége. Mondom neked, proféták és szolgálók. Ugye kikedek, van a George Meyer, tanít, és hát le van írva a Szentírásba, hogy nem engedem, hogy hölgy férfit tanítson. Akkor van a Amanda Bice, ugye, az is szintén, Cindy Jacob, Heidi Baker, ugye, a GGNY-t hívták meg. Sharon Stone, ugye, ezeket meg a Mikes Attiláék, ugye minden egyes profétaiskolát, ugye ő vezető, tanít. Dallasban ugye a Rebecca is profétát, és akkor ugye Image TV-ben benne van a 2016-osban az, hogy a Torontóban Louis Engle volt ott, Kenneth Copeland, Bill Johnson, Benny Hinn, Todd Wild, Daniel Colenda, műsorvezető Michael Collianus, valakire a kezét rátette, abba a pillanatba vergődött.
és Rick Johnnel, ugye a Máltai lovagrendje, ennek rendszeresen összeülnek, benne van ugye természetesen, mint ahogy itt mondtam már, a Dániel Kolenda is, akit nagyon nagy szeretettel meghívtak, iszonyatos pénzeket toltak be a reklámokba, mint az igazi nagy filmekbe, ugyanezt csináltak. És akkor regisztrációs díjat szedtek, és mondták, hogy kevés a lóvé, még egy kicsit kosarazunk is. Eléggé siralmas volt, és kilógott a lóláp, hogy a pénzé megy az egész ki. Hála Istennek, hogy az Isten munkálkodott, azért a felső részek üresen voltak, ugye. És ugye a 2012-10-i felvételen is hölgyek imádkoztak szolgálókért, hölgyek kezüket rápakolgatták mindenkire, holott az igében ezt veszem, mert 1 Timóteus 5-re oda megyek, szeretném itt felolvasni, testvéreim. Ezek mind le vannak az igében írva. Hát persze, ha be kell kukázni, akkor ez nem mond semmit se azoknak a kegyelmes tanítóknak, akik bekukázták már az egész Old Testamentumot és zsidó levelet, meg azért, mert az a zsidóknak íródott, Korintusit azért, mert a kendő az azoknak íródott, és akkor így őrájuk nem tartozik semmi se. Szóval 1 Timóteus 5. fejezet 22-es igeversét szeretném felolvasni nektek, ami ezt mondja. Kérd rá tevést, el ne hintelenkedj, se ne légy részes más bűneiben, te magadat tisztán tartsd. És ugye azt is tudjuk, hogy a nagyobb bánja meg a kisebbet. Szóval a hölgyek a férfiak alá vannak rendelve, hogy nem ők áldogassák a férfiakat, hanem a férfi a család papja, és ő áldja meg az egész családot, vagy éppen egy pásztor. Ugye, amit megint csak az igéből tudjuk, hogy női pásztorok nincsenek, női apostolok nincsenek, női tanítók nincsenek. Le van írva a Szentírásban. Hát persze, aki kidobja a Szentírás, nem érdekli őt, megy szembe Isten igéjébe, azok már vannak. Női tanítók, azok már vannak. Női proféták kendő nélkül, azoknál vannak, a nők pakolgatják a kezüket, a férfiakra, és így tovább, és így tovább. Proféták az tüzes tóba lesznek vetve, nem véletlenül. És akkor 2017-ben Kenneth Copeland, Dániel Kolenda, Merle Hiszki, Heidi Baker, Todd White, és mind ezek a dallasi proféták és tanítók, és Louis Engle, meg az egész csapatot már mindenki ismeri sajnos jól Magyarországon, és ez sajnos, ez valóban ez egy csiralmas dolog, és igével szeretném befejezni ezt a tanítást, oda megyek a Jelenések könyvére 13-tól 2-8-ig felolvasom, ami egyértelműen leírja, ugye, szent és igaz, az mi, a Szentírás, hogy mi ebből építkedünk, nem a proféciából is, ha Istentől jövő, de hát ugye ez alapján vizsgáljuk meg, az ige alapján. 13. fejezet, olvasom testvéreim, 5. igeverstű. Adaték néki nagy dolgoknak káromlásnak szóló szája, adaték néki hatalomnak cselekedjék 42 hónapig. Szóval az ördög meg fogja kapni a hatalmat, hogy cselekedjen, már meg is kapta, na de még hivatalosan nem üt be a jeruzsálemi templomba, azt meg fel is kell építeni. De titokban a törvénydiplomán munkálkodik, ezt a 2 tesztonikai levélbe tisztáztuk, megnyitta ezért az ő száját Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazza az ő nevét, az ő sátorát és azokat, akik a mennyben laknak. Az is adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék és őket legyőzze, szenteket legyőzze. Adaték néki hatalom minden nemzeten, nyelven és népen, ez maga a Vatikán. Annak okáért imádják őt fölnek minden lakosa, akinek neve nincs beírva az élet könyvébe, amely a bárányé, aki megöletett a világ alapítása óta. Szóval magyarul mindenki szépen aláment. Ez megtörtént Magyarországon világszinten. 12-es, 13-as igevers ezt írja. És előbb a fennevadnak minden hatalmasságát cselekszi ő előtte, és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják a lehetső fenevadat, amelynek halálos sebe meggyógyulva van. És nagy jeleket tesz annyira, hogy tűzet is hoz alá az égből, a földre, az emberek láttára. Ott aztán mindenki még többen be fognak dőlni neki, ugye azt hiszik majd maga Illés, meg nem tudom ki jött, de ugye ura. És akkor szeretném felolvasni 16. fejezet 13-as, 14-es igeversét.
jelenések könyvéből, ami ezt mondja, és lát egy sárkány szájából és a fenevad szájából, egy hamis proféta szájából három tisztátalan szellemet kijönni, békához hasonlót. Mert ördögi szellemek azok, akik gyereket tesznek, szóval ördög szelleme által teszik ezek a kedves, aranyosak, mézet csurgató, hamis proféták, hamis tanítók, hamis apostolok, és közben az ördög szellemével teszik ezeket a jeleket, ideig óráig tartó gyógyulásokat, mert az csak ideig óráig, az aranyporokat, a tollakat, meg mindenféle varázslás, ez mind az ördögi szellemek teszik, itt egyértelműen le van írva. Akik elmennek a Földnek az egész világnak királyaihoz, bejárják, mint Dániel Kolenda is, ti elképzelitek, hogy Isten ilyen kicsi hitű, ilyen szűk látókörű, hogy egyetlen egy embernek kell az egész világot megtéríteni, Dániel Kolendának. Hát ne haragudjatok, mert ugye, hogy van nevetséges, ez mind a Vatikán tolja őtet is, drága testvéreim, és nézzétek meg, hogy kivel van a tévében, kivel szolgál együtt, az összes varázslókkal ugyanúgy együtt van. Annak ellenére mindegyik a Jézus mondogatja, meg az Úr, meg az Úr, meg az Úr, de melyik Úr? Mert ők e világ Istenét szolgálják. Olvasom tovább. Szóval, akik ellen... elmennek a Földnek egész világ királyhoz, hogy egybegyűjtsék azokat mindenható Isten ama nagy napjának viadalára. Ez maga majd az Úr fogja csinálni, az ő szentjeivel fog lejönni a leges legvégén, és még egy igével tényleg ebben zárom be ezt a tanítás jelenések 19-19-20-at. Ami nagyon-nagyon fontos, figyeljetek ide, testvéreim, hogy mi lesz ezekkel a hamis prófétákkal. Olvasom. És láttam, hogy a fenevad és a föld király az ő seregei egybe gyűltek, hogy hadakozzanak az ellen, akik a lovon ül vala az ő sereg ellen. Megfogadták a fenevad, és ővel együtt a hamis proféta, na figyeljetesse, ez a sok hamis proféta. Hol fogják végezni, figyeljetek csak. Aki a csodákat tette ő előtte, amelyekkel elhitették azokat, akik a fenevad bélyegét felvették, majd még ez is fog jönni. Tehát nem lesz itt még semmiféle elragadtatása, hogy a kedves, drága Sós Péter testvérem tanítja, nagyon szeretem őt, és nagyon sok értékes tanítása is van neki, de ebbe a tévegés szellemiségét ő is beengedte az életébe, mert semmiféle igével nem lehet alátámasztani. Hogy itt kettőféle elragadtatás lesz, ilyen nincsen, aki ezt tanítja, a tévegész szellemisége ott van az életébe, és én szeretem őtet, és ezért kérem őt, hogy vizsgálja meg ezeket, és ezeket a tanításokat le kell venni. Mert félrevezetik az embereket, és ez is akkor beleesik a hamis proféciába. És mi fog történni velük a hamis profétákkal? Felevad véget felvették, akik imádták annak képét, ők ketten elevenen. Kénkő éges tűzes tóban vettetnek. Szóval a proféták is a kénköves tűzes tóba fogják végezni. Nagyon nagy a tét, testvéreim, és aki elhiszi, becsapottá vált az is. És ezek a tanítások arról szólnak, ezek a tanítások nem arról szólnak, hogy valakit megszégyenítsünk, ha bár a Biblia felszólít arra, hogyha kell szégyenni is megnyilvánosan, hogy megszégyenüljön és elismerje, mert téves tanítással, tévegéssel csak is a pokorba lehet vezetni a bárányokat. Drága testvéreim, kérlek, hogy ellenőrizzétek le ezeket az igéket, olvasgassátok ti is el, és ez nem ezek a személyek ellen szólt, hanem ő értük szól ez a tanítás, hogy ismerjék föl és jöjjenek ki a tévegés szellemisége alól. Egy imádsággal bezárjuk ezt a tanítást. Drága mennyei atyám, hála csak vagyunk neked, Uram. Köszönjük, Atyám, hogy a Te Szent Szellemed által, Uram, megtisztítasz, Uram, mindazokat, Uram, akik ki tudják erre nyitni a szívüket, Uram Istenem, és megvizsgálják a Te igéd által a igazságot, és minden egyes proféciát, ahogy Te biztatsz bennünket, hogy nem az, hogy vizsgáljuk meg, kötelességük megvizsgálni, és nem csak nekem, nem csak másnak, hanem mindenkinek minden egyes proféciát, és nem beengedni az életünkbe, megvizsgálatlanul, Uram Istenem. És Atyám, hálásak vagyunk, Uram, hogy kiosztál a világosságra, és Uram, Te tanítod ezeket, a Te dicsőséged, ez Uram, minden dicsőséget neked adunk, Uram. És kérlek, Atyám, Te árasszad rá azokra a személyekre, Uram Istenem, a Te tisztító angyalaidat, Uram, akik már eltévejedtek, vagy hamis
tanítást tanítanak, vagy hamis proféciát, Uram Istenem, hogy fölébredjenek, felismerjék, bűnbánatra jussanak, Uram, és nyilvánosan mondják el, hogy ez hamis, és le kell venni, hogy ne vezessék félre a bárányokat, Uram Istenem. Atyám, köszönjük Jézus nevében. Amen.